Sziasztok, itt vagyunk a Budapest Parkban, ahol a Tankcsapda ezen a hétvégén tripla koncertet ad. Ezzel az eseménnyel zárják az 500 fős turnéjukat, és a Blikk is meghívást kapott. Tartsatok velünk! Szabasz, öcsém, mondd csak, ha nem érted, irátok! Csak mert belehúznék még mielőtt nekilátok! Mindenki beszélt már ebben az évben, ugye most október elején vagyunk, tehát eltelt 9 hónap, és ebből mondjuk ebből a 9-ből mondjuk 7 Covid-dal terhelt hónapot az ország számára, a világ számára, és ha úgy tetszik, éppen ezért annyi mindenki beszélt már mindenféle dolgot erről, hogy hosszasan felesleges ezt ragozni. Egy dolog biztos, azokkal a nehezítő körülményekkel együtt, ami ezzel a járvánnyal, meg ezzel a helyzettel együtt adódik, és sajnos egyelőre még nem beszéltünk múlt időben, inkább jelen időben, ezekkel együtt igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni azokból a lehetőségekből, amit a Tankcsapda meg egyáltalán rockzenekar csinálhat ezekben a napokban vagy hónapokban. Többek között ez az 500 fős, mondjuk úgy klubturné, bár egy csomó szabadtéri helyszíne volt, lásd, ez a mostani hétvége is egy szabadtéren történik. Ez az 500 fős turné is többek között annak a leképezése, hogyan lehet megcsinálni azzal együtt, hogy a zenekarok kényszerpályán vannak, hogyan lehet mégis életben maradni, hogyan lehet mégis dolgozni, hogyan lehet mégis csinálni valamit. Igazából az alkalmazkodó képességét a zenekarnak próbára tette, tehát gyors reagálás, gyorsan kitalálni mindenféle terveket, amiben ugye elsősorban ugye Tomi viszi a zászlót, úgyhogy tulajdonképpen nekünk ez a Covid sztori ebbe volt egy ilyen próbatétel. Azt gondolom, hogyha kibillentenek minket a komfortzónánkból, akkor hogyan tudunk gyorsan és hatékonyan reagálni. Stephen Hawkingnak hívták azt az ismert, ma már nem élő gondolkodót, meg ilyen nagy nevű embert, aki emlékeztek rá, ilyen tolókocsiban élte az életét, ilyen furán beszélt, ilyen, de egy nagyon nagy koponya volt. Ő azt mondta, hogy az intelligencia a változásokhoz való alkalmazkodás képessége. Azt gondolom, hogyha ezt így definiáljuk, akkor a Tankcsapda egy intelligens zenekar. Nem nagy képüsködésben mondom, de tényleg nálunk, de hozzáteszem, hogy ez nem a járvány miatt van így, hanem egész egyszerűen vannak az életben olyan szituációk, olyan helyzetek, amikor egész egyszerűen csak adott helyzetre kell tényleg reagálni, adott helyzetet kell valamilyen módon, Tomi szoktam mondani, hogy nincsen semmi kőbe vésve, hogyha valamit eltervezünk, de nem tudjuk megcsinálni úgy, ahogy elterveztük, akkor csináljuk meg másképp. És ez a mostani járványhelyzet, ez kiváló példa volt arra, hogy sokszor tényleg napokon, vagy napokon belül változtak adott esetben 180 fokot különböző szituációk. Budapest Park 1! Tiszta sor, de ami illegál, olyat nem talál meg. Ha lenne, nem lennék ilyen fosul. Biztos úr, én piszkosul be vagyok. Nyomba, ez egy tiszta sor, de ami illegál. Az első perctől kezdve ezt ilyen zászlónkra tűztük, hogy ha már megszakadt az a folyamat, hogy egy Európa turné elején levágták a Tankcsapda évet, akkor srácokkal abban maradtunk, hogy mindenféleképpen a közönséget tartsuk, a kapcsolatot. Azért nagyon kiemelném, hogy csináltunk egy nagyon sikeres tehetségkutatót is, amit több millió ember nézett meg, ami TV műsorokat, ugye tehetségkutatókat megszégyenítő nézettségeket hozott. Nagyon meglepődtünk rajta, hogy ennyire szeretik az emberek. Azért az is nagyon fontos szerintem, hogy készítettünk 2 szuper videóklipet, az egyik az most fog megjelenni, a másik már megjelent. Sőt, csináltunk egy harmadik videóklipet, amit mondjuk Siri csinált, illetve ami nagyon fontos és mindig kimarad valahogy, hogy azért közben adtunk 2 millió forintot a koronavírus károsultaknak Debrecenbe. Tehát tényleg tevékenyen folyt ez az egész dolog, és azért egyébként, mert bármennyire is vannak olyan erők, akik ezt próbálják másképp magyarázni, de mi szeretjük csinálni azt, amit csinálunk. Tehát ez egy elhivatottság. Ezt nem lehet csupán bizniszből, üzletből csinálni, ez egész egyszerűen egy függőség mindhármunk részéről, hogy turnén legyünk, csináljuk, de ha meg ezt elveszik tőlünk, akkor valamilyen szinten másképp nyilvánuljunk meg. A Tankcsapda rendszeresen csinál azért, ha nem is egy, de minimum 2 évente klubturnékat. Tehát igazából nekünk az a világ annyira nem idegen, hogy kisebb színpadon lenni, és nem feltétlenül tízezrek vannak a színpad előtt. Tehát mi szeretünk azért időről időre visszamenni egyébként is klubokba. Az egy teljesen más kérdés, ez most nem volt tervve éppen ebben az időszakban, meg ugye ez nagyon sok szabadtéri 500-as koncert volt, de ahogy Tomi is mondta, egy kicsit így visszarepített minket tényleg így a múltba jó értelembe véve. Lezárul a turné, mi lesz a következő nagy dobás? Elmegyünk egy motortúrára, most kivételesen csak belföldön. Tényleg idén voltunk. De egyébként be tudtunk csúsztatni. Igen, amikor... az első határnyitással mi kislisszantunk Horvátországba. Konkrétan ott is forgattunk, az is tök jól sikerült. Ja, csináltunk egy 6 napos motortúrát, igen, így május végén, június elején, aztán visszajött a határzár. Egyébként most lesz egy ilyen belföldi ismerd meg hazádat, hazánk útjait kis motoros túra, ahova megyünk mind a hárman pár haverrel. De hát egyébként ez a szórakozás része úgymond, és készülünk az évvégére. Tudni kell, hogy évvégén például Covid-tól függetlenül is nem lett volna Főnix csarnok, ami ugye a Tankcsapdának már ilyen védjegye, mert építik át a csarnokot, és ezért kitaláltunk egy ilyen 3 koncertes megoldást, ami még mindig áll, csak ugye a intézkedésektől függő, hogy most mit fogunk éppen ott csinálni. Ezekre a dolgokra készülünk. Azért nem is akarok most elárulni részleteket, mert nem tudjuk még melyik verzió fog beütni, de az biztos, hogyha visszamentünk, egy kicsit fújunk, pihenünk, és utána próbahely és többféle műsort összerakunk. Meg még ne felejtsük el, hogy hétfőn lesz még nekünk, elmaradt ugye a raktárkoncert is, és még az hétfőn fogjuk bepótolni, úgyhogy még igazából azzal fog zárulni majd nekünk ez a #500 turné. Október 14-én lesz a születésnapunk, és megjelenik a legújabb videóklipünk, ami a Road Movie keretén belül csináltuk, Till Attilával dolgoztunk, már másfél-két éve, vagy talán több is szerettük volna Attilát becserkészni, de mindig, mint a szappan, így jó, tesó, úgy csináljuk, én is nagyon szeretném, és a végén mindig így elsliszant, most bejött, tehát most megfogtuk, és egyébként jól ráéreztünk, mert én azt gondolom, hogy szerintem a eddig legerősebb Tankcsapda videóklip született, tehát nagyon elkapta a fonalat, nagyon lelkes volt a stáb, és ő is többször lejött, lesétálta a helyszíneket, tehát ilyen az a fajta szemlélet, amit vártunk tőle, hogy egy kicsit filmesen gondolkozik, mert nagyon jó filmeket csinál egyébként Till Attila, nem csak egy remek műsorvezető, meg egy nagyon nagy bohóc, hanem szerintem egy jó filmes szakember, nagyon jó szeme van, és ez be is jött, mert filmes lett szerintem a videóklip, erősítsetek meg ebbe, így nagyon-nagyon előremutató a dolog, úgyhogy nagyon várjuk, hogy a közönség mit fog mondani. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Köszönöm.